Nem úgy sikerült az ősz a sényűiek számára, ahogyan azt szerették volna, így tavasszal szükségük lesz a pontokra. A felkészülés január elején kezdte el az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes, amely jó körülmények között tudott dolgozni. Ezen a héten már füves pályán edzett a csapat, bár a hideg idő némileg megnehezítette a munkát. A keretben volt egy kis változás a téli szünetben. Volt négy távozónk, a Fabu Marci, a Matyi Zoli, a Barta Gabi, és a Sógor pedig neki lejárt a kölcsönadási szerződés, és ő visszatért Nyíregyházára. A Sparimból érkezett ugye a Kovács Árdi, úgy gondolom, hogy mindenképpen megfelelő erősítése lesz a csapatunknak. Úgy gondolom, hogy így létszámban azért megvagyunk. Aztán ugye lesz majd 12 hazai mérkőzésünk, 6 idegenbeli mérkőzés, és lesznek majd hétközi mérkőzések, és úgy gondolom, hogy ez pedig úgy nagyjából azért megvan a létszám, hogy tudjuk majd forgatni a csapatot. A sényűiek 7 felkészülési meccset játszottak. Az ellenfelek között volt megyei első osztályú NB3-as és NB2-es csapat is. Szépen fokozatosan tényleg lépcsőről lépcsőre léptünk előre, majdnem minden edzőmérkőzésen mindig tudtunk valamibe előre lépni. Voltak ugye, amelyek úgy eredmény szempontjából esetleg nem úgy sikerültek, viszont tök jó dolgokat láttunk és mutattak a fiúk a pályán, és nagyon sok pozitívum volt. Igaz, hogy a premier sajnos nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de így úgy gondoljuk, hogy hát az előadás minél jobb lesz. December elején az előrehozott első tavaszi fordulóban a második helyezett Putnok otthonában győzni tudott a sényű. Vasárnap is szeretnék begyűjteni a 3 pontot, bár a harcok 11 helyjel és 13 ponttal jobban áll a tabellán. Tavaly, ha visszaemlékszem, egyébként ott is egy jó mérkőzés játszottunk velük, ahol a második félidőben tényleg nekünk állt a zászló, aztán egy döntetlen sikerült elérni. Itthon mindenféleképpen szeretnénk begyűjteni a 3 pontot. A kollega megnézte őket az elmúlt hétvégén, nekik is most volt a főpróbájuk, aztán egy kicsit készülgetünk a héten belőlük, és tényleg mondom, hazai pályán csak győzelembe gondolkozunk. A sényűkarcag mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik. A 21. forduló további párosítása a következő: Vasas 2 Körös Ladány, DVTK 2 Jászberény, Pénzügyőr Kisvárda 2, 60 Eger, Békés Csaba 2 Hajdúszoboszló, Füzesgyarmat BVSC Zugló, Tiszafüred BKV Előre, Tiszaújváros Putnok és DVSC 2 Deac.